Szűcs Réka a Pécsi Tudományegyetem közgazdaságtudományi karának hallgatója. Tanulmányai mellett a PEASZ Pécs női kosárlabda csapatában játszik. 17 évesen kerültem ide, akkor egy fél szezont töltöttem itt, aztán utána kaptam meg az első ilyen amatőr szerződésemet, és azóta itt vagyok. Hát az elején nagyon izgultam, meg nagyon jó érzés volt itt lenni, mert nagyon kiskorom óta járok ki meccsre, és nagyon sok példaképem játszott a régi pécsi csapatba, és nagyon jó volt ugyanazon a parketten pályára lépni. Legnagyobb példaképe Iványi Dalma volt. Ugyanezen a poszton játszom, irányító poszton, és ő volt Pécsen az egyik, meg Magyarországon is az egyik legjobb, legnagyobb kosárlabdázó. Ma már ő az, aki példaként szolgál, legfőképp testvére Lilla számára, aki a szezon elején szintén bekerült a felnőtt csapatba. Réka mindenben támogatja őt. Mint idősebb testvér, meg már pár évet itt játszottam, így kötelességemnek is éreztem, hogy kicsit felkészítsem meg, bármiben tudok neki segíteni, edzésen kívül, pályán kívül, pályán belül, akkor természetesen segítek neki. És szerintem mindenki is könnyebb volt beilleszkedni ebbe a közegbe, hogy azért itt a nővére, akire mindig számíthat. A sporton kívül a tanulás is meghatározó szerepet játszik az életében. Már igazából 4 évet csinálom, ezt úgy is érettségiztem, hogy én magántanulóként a középiskolában is. Nem egyszerű, meg néha érzem azt, hogy azért valamikor több energia megy el a sportra, valamikor több az egyetemre, illetve a tanulásra, de igyekszem, és úgy érzem, hogy így tudom, nem mindig ugyanannyi erő jut mindkettőre, de így próbálom megtartani az egyensúlyt. Diplomát mindenképp szeretnék szerezni, hogy ugye a sport utáni életet ne nulláról kezdjem, hanem legyen már egy alap. Jövőjét, ameddig csak lehet, profi kosárlabdázóként képzeli el, ezért mindig igyekszik a maximumot nyújtani, nem csak a mérkőzéseken, de az edzéseken is.